Torockai Lászlót használja a Fidesz a Jobbik bomlasztására, állítja Jakab Péter. A Jobbik szóvivője egyértelművé tette, a párt minden képviselőinek el kell fogadnia a Schneider Tamás elnöki kinevezését, így a Jobbik volt alelnökének is. Jakab Péter szerint, ha az etikai vizsgálat nyomán kizárják Torockait a pártból, a frakcióból őt egyedül Dúró Dóra követheti. A stúdióban Dúró Dóra. Jó estét kívánok, kezdjük a pénteki egyenes beszédet, és aki ma velünk tart egész 9 óráig, például megismerheti Nagy Bélát, akiről csak annyit tudunk a hírek alapján, hogy ő a belvárosi ellenzéki, baloldali ellenzéki képviselőjelölt, önkormányzati képviselőjelölt, és hát én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egy 65 éves nyugdíjas tanárnak miért érdemes beszállni egy ilyen választási csatába? Miért gondolta azt, hogy megpróbálkozik a politikai pályával? De majd Tényi László is itt lesz, akivel majd a stopsoros legújabb módosításairól fogunk beszélgetni, illetve Horváth János televíziós újságíró legenda is érkezik, majd vele többek között az álhírek terjedéséről beszélünk, illetve arról, hogy mit lehet ezek ellen tenni, már aki akar ezek ellen tenni. De akkor legelőször is Jobbik és Dúró Dóra, jó estét kívánok a Jobbik parlamenti képviselőjének. Jó estét kívánok! Tudja, hogy Gyöngyösi Márton elnök helyettes szerint önök most mit csinálnak pontosan Torockai Lászlóval? Láttam különböző nyilatkozatokat természetesen, és igyekszem én is követni azt a nyilatkozat cunamit, ami most itt a Jobbik tisztújításával kapcsolatban az elmúlt hetekben megtörtént mindenki részéről. De én úgy gondolom, hogy nem szeretnék beállni abba a sorba, hogy egy-egy nyilatkozatot vagy mondatot itt elkezdek kommentálni, mert nem hiszem, hogy az előrébb vezetne. Én nagyon sajnálom, hogy ez a helyzet kialakult, ami most kialakult a Jobbikban. Úgy gondolom, hogy mindegyik félnek van benne felelőssége, de mindegyik fél részéről voltak ugyanakkor olyan tette, vagy nyilatkozatok, amelyek a békítés irányába vitték el az egész történetet. Tehát nem hiszem, hogy most az egyik felet vagy a másikat piedesztára kéne emelni, és az ellenkezőjét. Csak hogy a nézők is értsék, hogy mire célzok. Szerintem az egyik legerősebb állítás, vagy legfigyelemfelkeltőbb az itt hangzott el a Startban egyik reggel, amikor azt mondta Gyöngyösi Márton, hogy picsognak. Még egyszer mondom, hogy egy-egy konkrét nyilatkozatra én nem tartanám most már szerencsésnek, hogy válaszoljak. Egyébként Gyöngyösi Márton ekkor a saját magánvéleményét mondta el, ezt hangsúlyozta is. A helyzet nagyon rossz, most már úgy gondolom, és szeretném, hogyha ebből a mélypontból sikerülne a Jobbikot kiemelnünk, és a közös munkára koncentrálnánk a későbbiekben. Ugye a fő kérdésünk az volt, hogy meddig tart ki Dúró Dóra, Torockai László és a platform mellett? Meddig? Számomra a platform alapítás, mint 10 évvel ezelőtt egyébként, amikor már volt egy ilyenre példa a Jobbikban, mind most azt a célt szolgálta, hogy azok az emberek, akik csalódottak, ne váljanak ki a Jobbikból, hanem keressünk olyan megoldást, ami bent tudja őket tartani. Tehát a platform alapítással is, és egyébként a tisztújítás óta eltelt időben minden cselekedetemmel én azt próbáltam előirányozni, hogy a Jobbiknak az integritása megmaradjon, és minél több ember érezze magáénak továbbra is a pártot. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy valaki azért, csak azért, mert mondjuk Torockai Lászlóra szavazott, vagy Torockai Lászlót támogatta az elnökválasztáson, ezért úgy érezze, hogy ő nem része a Jobbiknak. Nem szeretném, hogy ez előforduljon. De most így érzik egyébként? Vannak, akik így érzik. Miért? Van erre alapjuk? Én úgy gondolom, hogy ahogyan említettem, egy olyan helyzet alakult ki, ami nem szerencsés, és szeretném őket meggyőzni, hogy a csalódottságuk ne jelentse azt, hogy befejezik a Jobbikban a munkájukat, hanem próbáljunk meg olyan megoldást találni, amivel ők továbbra is a közösség része tudnak lenni. Most azért az új pártvezetés, Schneider Tamás is azt mondta, hogy ő nem támogatja ezt a platformosdit. Ön pedig úgy nyilatkozott, hogy ha ezt a pártvezetés nem engedélyezi, akkor kilép belőle. Hol tart most ez a folyamat, és tényleg kilépe? Mert akkor viszont mi az a más forma, amivel együtt lehet működni azokkal, akik viszont Torockai Lászlóisták, hogy így fogalmazza? Ez egy világos helyzet most már a számunkra, hiszen az alapszabályban egyáltalán nincsen semmilyen rendelkezés a platformról, és mivel 10 évvel ezelőtt már ugye volt egy ilyen, én úgy gondoltam, és a jó szándék vezérelt akkor, ahogyan említettem önöknek is, hogy próbáljuk megtartani ezeket az embereket. Hogyha az elnökség most hozott egy állásfoglalást, már pedig hozott tegnap egy állásfoglalást arról, hogy a
platformot nem engedélyezi, ennek a működése illegitim a Jobbikon belül. Ezt én nekem természetesen tudomásul kell vennem, minden tagnak tudomásul kell vennie, aki akár platformtag, akár a Jobbiknak tagja, és más formát kell találnunk arra, hogy megpróbáljuk ezeknek az embereknek az építő energiáit becsatornázni a Jobbiknak a munkájába. Hogy ez a forma milyen lesz, én remélem, hogy ebben partner lesz a mostani elnökség is, és partnerek lesznek azok is, akik a platform formájában képzelték el a születésüket. Ezzel az elgondolással Torockai László is egyetért, hogy nincs platform, ha azt a pártvezetés nem engedélyezi? Nem tudom, hogy ő neki mi erről az álláspontja, nem beszéltem vele azóta, mióta ez az elnökségi döntés megszületett, úgyhogy nem tudok a nevében nyilatkozni. Azért is kérdezem, mert ő nemrég a Facebookra elég erős, mindig erős dolgokat posztol, de most kifejezetten akár önre nézve is deonásztáló volt az a posztja, amikor úgy fogalmaz, hogy a régi komoly áldozatokat hozó, sokat dolgozó bajtársak elárulása, az eredeti szellemesség megtagadása, a balliberális tömbbe való besimulás, és mindez csupán a semmilyen eredményt nem hozó ellenzéki parlamenti bohózkodásért, no meg a busás fizetésért, szerintem ez az, ami méltatlan egy jobbikos taghoz. Ahogyan a Gyöngyösi Márton nyilatkozatára nem szerettem volna reagálni, ugye Torockai Lászlóira sem szeretnék. Azt tudom elmondani, hogy az egész folyamatot tekintjük, hogy voltak mind a két oldalon hibák, és voltak olyan megnyilatkozások, amik a Jobbik érdekét szolgálták. Én szeretnék most már a közös munkánkra figyelni, szeretnék a média kiegyensúlyozottságáról vonatkozó népszavazási kezdeményezésünkkel foglalkozni. Ez nehéz lesz, nagyon fontos, hiszen nagyon fontos. Én úgy gondolom, hogy ettől tudjuk folytatni a szakpolitikai munkánkat, szeretnék a nők helyzetével foglalkozni az országgyűlésben és a közéletben és általánosságban a munkaerőpiacon, illetve a család és a munka összeegyeztetésével, és természetesen az oktatás kérdéseivel is. De hol tud úgy szakpolitikában megnyilatkozni, ami mögött lehet, hogy a Jobbik mostani többségi véleményével ellentétes ideológia van, mert hát nyilván Torockai László és ön is azért indult el a pártvezetésért, mert más gondol arról, mint amit a mostani vezetés. Akkor mit fog képviselni? Elsősorban nem ideológiai különbségek voltak, hiszen az, hogy a Jobbik egy nemzeti néppárt, és ezt a nemzeti néppárti utat kell folytatni, ebben Torockai László is egyetértett, és Schneider Tamás is, és én magam is egyetértettem. Az, hogy az ember hogyan tudja saját szakpolitikai vagy értékrendi elképzeléseit egy adott pártban, egy adott időben érvényesíteni, az mindig nagyon sok mindentől függ, a külső körülményektől függ. Én jelenleg egy országgyűlési képviselő vagyok, a Kulturális Bizottságban dolgozom, amelynek a médiai és a sport és az oktatás is része még, ezért ezekkel a szakpolitikai területekkel szeretnék foglalkozni, ezeken a véleményemet el fogom mondani a párt belső fórumain, részt fogok venni ezeken a szakpolitikai területeken a döntések meghozatalában, de mivel ugye az elnök helyettesi tisztséget nem én nyertem el, ezért a politikai döntésekben nem tudok részt venni a következőkben, de a politikában mindig nagyon változnak a viszonyok, változnak a tisztségek, tehát én úgy gondolom, hogy most értékelem és érzékelem azt, hogy hol van a helyem, és ezt a munkát fogom folytatni. Azért én mégis kíváncsi vagyok arra, hogyha a legfőbb szövetségese, akivel válvetve indult ezen a megmérettetésen, azt mondja, hogy parlamenti bohóckodást folytattak. Egyrésztről nem mondanám azt, hogy Torockai László a legfőbb szövetségesem, bár nem szeretném megtagadni. Az ő elnök helyettese lett volna. Így van, de egyébként ez az egész történethez hozzátartozik, hogy két héttel a kongresszus előtt kérte el a telefonszámomat, mert mi annyira nem voltunk még ilyen összefonódott kapcsolatban egymással, tehát nem lehet arról beszélni, hogy most évek óta ilyen szövetségben vagy szövetségben dolgoztunk akkor volna. Akkor nem lepődött meg ezen nagyon? Min? Hogy hát nem azon, hogy elkért a telefonszámát, hanem hogy elnök helyettesként azért mégis ez tényleg ez egy szoros közös munkát, lojalitást, bizalmi viszonyt feltételez. Így van, és nem szeretném megtagadni őt, tehát semmiképpen nem szeretnék olyan színben feltűnni, mint aki most, hogy Torockai László nem nyerte meg az elnöki tisztséget, akkor most már megtagadom őt. A platformhoz való csatlakozásommal is egyébként ez egy nagyon fontos szerepet játszott, hogy egy becsületbeli ügynek tekintettem azt, hogy kiálljak mellette, és azok mellett a 46%-nyi jobbikos kongresszus küldöttek mellett, akik egyébként őt támogatták elnökjelöltként, tehát nem szeretném őt megtagadni, ugyanakkor én a Jobbik frakciónak egy tagja vagyok, ahogyan említettem, vannak szakpolitikai feladataim, és ezekkel szeretnék a későbbiekben foglalkozni. Ez egy nagyon kényes libikóka, ami most ül. A politika az ilyen. Ez most azért kényesebb az átlagnál párton belül. Ugye az is érdekes, hogy ha Torockai László tényleg ennyivel előtte kérte el csak a számát, vagy kérte fel, akkor például miért nem Novák Elődre gondolt?
Hát ezt szintén tőle kell megkérdezni, de hogy nem kérdezte? Miért volt. Nem, én nem kérdeztem tőle meg ezt. Én a szándéknyilatkozatunkban is mind a ketten ismertettük azt, hogy mi ketten hogyan képzeljük el a pártnak a vezetését, hogyha erre bizalmat kaptunk volna, hogyan egészítettük volna ki egymás karakterét. Tehát ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy egy jó párost alkottunk volna Torockai Lászlóval. Ez most nem sikerült, tehát azokban a keretekben fogom a munkámat folytatni, amelyekben tudom, és amelyek rendelkezésre sem állnak a későbbiekben. Sokkal kisebbek ezek a keretek? Nem gondolom, hogy... Azért most a vesztes oldalon van, bárhogy is nézzük. Világos, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül csak a pozíciók azok, amelyek meghatározzák, hogy az ember hogyan tudja érvényesíteni a saját maga értékrendjét. Másrésztről azért nagyon sok olyan terület van, amivel tudok foglalkozni, még több is, mint amit győzök, hiszen 4 óriási terület tartozik a bizottságomhoz, és ahogy említettem, azért közéletben szerepvállaló nőként azért egy ilyen küldetéstudatom is van. 3 gyermekes édesanyaként szintén van egy küldetéstudatom, ami meghatározza a munkámat is, és nem tudom megtagadni magamat, és nem is szeretném megtagadni magamat a tekintetben, hogy az identitásomat ez nagyon erőteljesen meghatározza, és szeretném ezeket az identitásbeli kérdéseket is behozni a politikába. Akkor ez a parlamenti bohóckodás, ez hogy érintette ez a kitétel? Még egyszer mondom, hogy konkrét nyilatkozatokra nem szeretnék már reagálni. Szerintem ennek most már nincsen itt az ideje. Sajnálom, hogy ez a helyzet kialakult. Vannak olyan nyilatkozatok mindkét oldal részéről, amit nem tartottam szerencsésnek, de én még egyszer mondom, én a szakpolitikai... Hát akkor lehet, hogy arra se fog reagálni, mert nagyon kíváncsi vagyok, mert ez is egy tipikus jobbikos felvetés általában, hogy most Torockai László a sói gyerekgyilkosság kapcsán felvetette azt, hogy akkor a halálbüntetést vissza kellene állítani. Ez egy, úgy gondolom, egy legitim társadalmi vita lehet, hogy a halálbüntetés indokolt vagy nem indokolt. Ez egy lelkiismereti kérdés, alapvetően úgy gondolom a képviselők számára is, és a pártoknak a számára is. Az, hogy azzal egyetértek, hogy felvetődhetnek olyan esetek, hogy erről ezt témává tegyük Magyarországon, ugyanakkor ennek nagyon sok vetülete van, nagyon sok erkölcsi vetülete, lelkiismereti vetülete, nemzetközi jogi vetülete, jogi vetülete. Ön személyesen tehát egyetért vele? Én bizonytalan vagyok a halálbüntetés vonatkozásában. Nagyon sok nyomós érvet tudok mellette is felhozni, és nagyon sok nyomós érvet tudok ellene is felhozni. Talán inkább én személyesen a felé billenek el, hogy nem értek vele egyet. Miben lett volna más ez a párt, hogyha önök vezetik? Ezt már nem fogjuk megtudni, hiszen erre nem került sor, és nem tudjuk azt sem, hogy milyen lesz így, hogy Schneider Tamás és Gyöngyösi Márton fogják vezetni. Mi felvázoltuk az elképzeléseinket. De ez a nem kapott nagy nyilvánosságot. Világos. Tehát, azért kérdezem, hogy értem, mi lett volna? Mondjuk a platformok mit ajánlanak? Merre tolnák? Volt egy pár Facebook bejegyzés, amelyben azért a nyilvánosságot is igyekeztünk tájékoztatni, arról mondjuk a kiegyensúlyozottságról és egyensúlyról, amit mi kínáltunk a tagságnak. Én ezt tartom a legfontosabbnak most a Jobbikban, hogy egy egyensúlyi helyzet beálljon, és a Nemzeti Néppárti vonal az egy teljesen tiszta és mindenki számára követhető irányt tudjon venni a későbbiekben. Most így képviselőként is ezen fogok dolgozni, hogy ez megtörténjen, úgyhogy én igyekszem a saját értékrendemet a rendelkezésemre álló keretek között. Mit kell ez alatt érteni, amit Novák Előd írt szintén a Facebookon, hogy akár a 8. kerületi polgármester választáson való indulás költségét is összetudná szedni ez a platform, mert ugye a Jobbik nem tud jelöltet indítani, állításuk szerint azért van nincs rá pénz. Hát az, hogy a Jobbik anyagi helyzete az nem túl rózsás, azért az nyilvánvaló, az ázbüntetésnek a kardja az itt lebeg a Jobbik fölött, és ezért döntött úgy az országos elnökség szintén, hogy ezen az időközi választáson a Jobbik nem fog jelöltet állítani. Vannak olyan, ez igazából egy ötlet volt Novák Előd részéről, amit bedobott, hogy ilyen kérdésekben akár együtt tudna működni a platform, vagy segíteni az elnökség. De ehhez nem kell platform, hogy ennek a költségét összedobják. Valamilyen formában úgy gondolom, hogy azok, akik szeretnék folytatni a munkájukat a Jobbikon belül, de szeretnék valamilyen kvázi hivatalos csatornán eljuttatni a mondandójukat az elnökségnek, akkor valamilyen szervezeti formát ennek találhatunk. De ez nem feltétlenül szükséges, hogy platform legyen. Az a fontos, hogy tartalmilag a tagság ne érezze azt, hogy az elnökség elszakadt tőle, hogyha ez nem platformon keresztül történik, hanem bármi más csatornán keresztül, az is természetesen megfelel. Köszönöm szépen, hogy itt volt.